Újabb bemutatóra készül az Rényi Miklós Gimnázium szépirodalmi műhelye. Ezúttal Nikolaj Erdmann az Öngyilkos című művét láthatja a közönség a Keresztúri Dezső VMK-ban. A darabot Bajnóci Zoltán tanár rendezte. Mása! Mi az? Te vagy a Szemjon! Persze, hogy én vagyok. A mű az 1920-as évek Oroszországáról szól, s a legsötétebb sztálini idők hangulatát idézi. A fél évszázadon át betiltott darab főhőse, Szemjon Szemjonovics, aki hosszú idő óta munkanélküli, emiatt végső elkeseredésében öngyilkos akar lenni. Felesége és anyósa mindent elkövet, hogy visszatartsa. Különböző ellenzéki, anarchista csoportok és személyek viszont hasznot akarnak húzni a halálából. De most ide azt a revolvert! Miféle revolvert? Megint kezdi! Saját szememmel láttam, hogy bedugta a szájába! Én? Bedugni? De minek? Hülyének néz maga engem! Mindenki tudja, hogy agyon akarja lőni magát! A 20. század szörnyűségeit, nem csak a 20-as évek Szovjetuniójának a világát, lehet azt mondani, hogy a magyar történelem 1960-as, 70-es éveinek a világát is bemutatja ez a darab, de ezentúl, a történelmi helyzeten túl olyan alapvető örök emberi problémákat vonultat fel, amelyek úgy gondolom, hogy érdeklődésre tarthatnak számot. Bajnóci Zoltán rámutatott, az emberi haszonlesés, a törtetés és a hamis küldetés tudat mindenkorban változatlan. Szemjonovics valósággal megrészegül a ráirányuló figyelemtől, hősnek képzeli magát, a diktatúra vértanújának, akinek ha élete nem is, de halála mindenképpen értelmet nyer. Miközben a darab ellenállhatatlanul nevettet, komoly szembenézésre is kényszerít. Számomra mindenképpen átjön, tehát abszolút érdekesnek tartom. Hiába egy komédiáról van szó, ugye ez egy tragikomédia, és a poénok is számomra igazából közel állnak hozzám, és a végén, ami ezt az egész komédiát tragédiává teszi, ami igazán érdekes számomra. Azonban ezt ugye nem lőhetem le. Az előadást február 6-án 19 órakor láthatja a közönség a Keresztúri Dezső VMK-ban.